Vissza a politikához. Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke, jó estét! Jó estét kívánok! Sokkal érdekes a téma volt előttem, tehát hát, nehéz helyzetben majd vagyok. Tegyük ezt érdekes, amiről beszélünk, bár szerintem ez is érdekes önmagában. Nagyon is. Például az a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e még olyan, hogy Nemzetbiztonsági Bizottság? Nem. Ez nincs? Nincs. Ez törvénysértő állapot. De van helyette más. Na, van, mi van helyette? Nemzet bizonytalansági bizottság. De az nincs benne a törvények között. Kétségtelen, de a törvények között az van benne, hogy ennek a bizottságnak ellenőrizni kell a magyar parlament és a magyar nép nevében a titkosszolgálatokat, bizonyos értelemben a kormányt, és átlépte a Rubikont már 2 hete, de most már nem csak átlépte, hanem át is gázolt ezen a Fidesz-KDNP és a magyar kormány. Semmibe veszi azt a megmaradt kicsi értéket még, ami ebben az országban demokráciának nevezhető, ennek a foszlányait. De nézzük az előnyös oldalát. Megkönnyítették a magyar emberek döntését április 8-ára vonatkozóan. Azt gondolom, hogy 2 hete, amikor a homoros lennék, nem tudok az lenni, de most már ugye nem csak nemzet bizonytalanság van, hanem német sem szilárd már, hiszen megfutamodtak a mai bizottságtól. 2 hete eljöttek és megalázták a magyar demokráciát. Most már el sem jöttek, tehát most már nem akarták megalázni, látja? Kétségtelen úgyis föl lehet fogni, menekülőre fogták ezt a jó, dolgot. Jó, de most ezzel elpoénkodhatunk, hogy nemzetbizonytalansági, meg tragikomikus nem ez szilárd, az egész. De közben meg, igen, bohózat, azt mondta, hogy bohózatba fulladt az ülés, ezt mondta 2 héttel. Igen, de a következményei azért azok nem bohózatok. De most akkor hogy van ez? Ezt próbáltam Szélbernelettől is megtudni, hogy ugye van egy törvény, ami arra kötelezi a parlamentet, hogy legyen neki egy nemzetbiztonsági bizottsága, amely a szolgálatokat ellenőrzi. Így van. Kérdeztem Szél Bernadettet, hogy ő tud-e olyan esetről, amikor ennek a bizottságnak a szolgálatokkal szemben fel kellett lépnie, mert a szolgálatok súrolták mondjuk a törvényesség határát, mondta, hogy ő nem tud ilyenről. Tehát elvben nem történik semmi, ha most pár hétig nincs bizottság. Azért ez nem így működik. De, na ezt akarom kérdezni, hogy mi az, amit önöknek, a bizottságnak köszönhetünk, ha nyugodtan akarunk aludni? Hát van egy olyan része, amiről beszéltek, van egy olyan része, amiről nem beszéltek, és rengeteg olyan adminisztratív teendők is van. Hát címszerűen beszélhet mindenről. Tehát... Természetesen, de azért azt hadd mondjam el, hogy az országgyűlés elnökéhez fordultam 2 hete, meglepő módon kaptam választ. Nagyon udvariasan, de az volt a lényeg, hogy egyeztesek Németh Szilárddal a napi rendekkel kapcsolatosan. Nem fogok, illetve a fogok is, nem teszem függővé, hogy az alelnök mit szeretne, mert a Fidesz-KDNP-nek a kényes, piszkos ügyei, azok akkor is napirenden lesznek, ha ők ezt nem szeretnék. Hát legfeljebb lesz bizottsági ülés, tehát hiába vannak napirenden, nem történik meg a dolog. Igen, ez igaz, persze természetesen most mehetünk a 22-es csapdájába, tehát hogyha egyeztetek és nem akarják, akkor azért nem lesz napirenden, ha nem egyeztetek és én javaslom a napirendet, akkor azért nem. De nem ez a fontos, ez is nagyon fontos, de sokkal fontosabbat mondok. Ezt még el tudják játszani pontosan 2 hónapig, majd veszik a sátorfájukat, és majd ellenzékbe játszhatják ezt. Ugyanis ez megkönnyíti a magyar emberek döntését, és persze bizottsági elnökként nagyon fájóan veszem tudomásul, hogy ezt a játékot játsszák. De ha most állampolgárként, szavazóként nézem, ennél szebb kontrasztot, amit fölépítenek, cinikusak, a saját állami vezetőiket sem tisztelik. A magyar parlamentarizmust, a demokráciát, a magyar népet nem tisztelik. Nem állnak ki már harcolni se, ma már se vállalták, hogy odajönnek. Mondjon egy példát, hogy mitől fogja ez érdekelni azt a szavazót, akit egyébként nagyon eddig nem érdekelt, hogy milyen bizottsági ülések vannak a parlamentben. Az ő életére hogyan hat az, hogy nincs nemzetbiztonsági bizottság? Úgy fog hatni, hogyha például nézi ezt a remek csatornát, az önökét, akkor megtudja azt, hogy 1300 embert máig tisztázatlan módon titokba befogadnak ebbe az országba, miközben 10 milliárdokat és 100 milliárdokat tapsolnak el az adófizetők pénzéből, az önéből is, meg az enyémből is, kampányokra, soros tervre, ami nincsen. Bátya, ezt a bizottság nem ez tudja zavarja. Megakadályozni, hogy ez így legyen. Ezt azt tudjuk elmondani, hogy, a Fidesz-KDNP beismerte, hogy van titkos befogadás, és van olyan, amit rejtegetnek. De nézzük tovább az egyszerűsített honosítási eljárást, amikor arról beszélünk, hogy nemzettársainknak megkönnyítettük a honosítást, ezt arra használják, hogy Semmilyen Zsolt elmondja, hogy néhány ezeren akár bűnözőként bejutnak Európába. Ha ennek nem tudunk az ügynek a végére járni, akkor bár ez szomorú és nemzetbiztonságilag elfogadhatatlan. De választói szemmel például, aki most nézi a műsort, az észreveszi, hogy egy pártra semmiképpen nem fog szavazni, az a Fidesz-KDNP, mert aki ilyen cinikusan áll ez a kérdéshez, hogy még a honosítási eljárással több ezeren bejutnak az Európai Unióba és Magyarországra, és erre nincsenek válaszok. Vagy az a soros terv, ami most már minden adófizetőnek komoly pénzébe kerül, milliárdokat, 10 milliárdokat költöttek rá, és nem tudnak ezzel elszámolni. Ezek megkönnyítik általános politikai értelemben a döntést. Hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a működése hogy áll helyre, ebben azért van tapasztalatom, 4 éve emlékszem, hogy amikor Mesterházi Attila akkori pártelnök miniszterelnök jelöltet akarták oda citálni a bizottság elé nem létező ügyek mentén, és a bíróság előtt bukta el a Fidesz utána ezt az egész ügyet,
ebben van tapasztalatunk, tehát nincsenek kétségem, hogy ők kampánytévával akarják sírálni. Képviselő úr, képzeljünk el egy Mari nénit, minden Mari nének kész csokomat küldöm. Fel kell reggel, és arra ébred, hogy nincs Nemzetbiztonsági Bizottság. Mire gondoljon? Mi történik most az országban, hogy nincs Nemzetbiztonsági Bizottság? Szerintem ez egy teljesen egyszerű kérdés. Tehát mi történik most velünk, hogy nincs Nemzetbiztonsági Bizottságunk? Azt gondolom, hogy aki nagyon kicsit érdeklődik a politika iránt, aki nem, az nem nézi, tehát az se tudja, hogy nincsen, mert az se tudja, hogy van azon, nem tud mit csinálni, élő tiszteletem. Nyilván van olyan ember, aki egy demokráciában lehet úgy dönteni, hogy nem érdeklődök a közügyek iránt. Ezt tiszteletbe kell tartani, nem helyes, de tiszteletbe. Marinén érdeklődik. Aki érdeklődik, az rögtön tudja, hogy ahol már a Nemzetbiztonsági Bizottság sem működik, az a totális államok, a diktatúrák, a rezsimek felé vezető. Mert hogy minek is ellenőrizne az ellenzék valamit, ami semmi köze. Igen, és már nemhogy a gazdaságügyeket, már az ország biztonsága szempontjából fontos kérdéseket sem lehet ellenőrizni. Ez egy nyers üzenet. Tehát ez azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a Fidesz-KDNP nem a fog a fehérjét mutatta ki, az egész fogsorát tette az asztalra. Nem a Rubikont lét átgázoltak, átcsörtettek rajta. Itt arról szól, hogy megmutatták, hogy milyen ország vár ránk, és ezért hálásak nem leszünk, de megkönnyítik a döntést, és sokat szor mondom el, akarnak olyan országban élni, ahol nem olyan látszatra nem adnak, hanem nyersen megmutatják, hogy már pedig az majd ilyen se lesz. Mert nem tetszik nekik. Nem tetszik nekik, hogy olyan kérdésekről akarunk tárgyalni, nem tetszik nekik, hogy kimerjük mondani az igazat, és akkor ugye két hete megtudtuk, hogy mindnyáján a nemzetbiztonsági kockázattá váltunk. Szél Bernadett, aki miniszterelnök előtt, jó magam, aki a bizottságot vezetem, távol állt olyan, a Jobbikot kellene ebben megvédeni, de hát Mirkóczi Ádám is másra csinál, mint feszeget kellene. Hát és most már a komplet LMP a mai és a komplet LMP, tehát ez így nem mehet tovább. Most ezt a szerkesztőnök igaza van, hatalmi eszközzel nem tudok mit tenni. Hát ahol többsége van a Fidesz-KDNP-nek egy bizottságban, ügyrendi értelemben nem, hogy félbeszakítják a bizottságot, el se tudják kezdeni a bizottságot, vagy el se tudjuk kezdeni a bizottságülést. De van egy nagyon nagy eszköz, a nyilvánosság, például az önök. A teljes magyar sajtó ott volt, aki ezt látta, hogy ma mi történik, nem jött el a miniszterelnök. Nem jött el Altusz Kristóf, aki éppen Lengyelországban volt. Pozitívunként merem mondani, legalább tájékoztattak erre. Nem jött el a belügyminiszter, tehát senki nem érezte a kötelességének eljönni ma. Néhány állami szolgálati vezető volt ott, ezért kérdeztem, hogy voltak. Ez a bizottság, ez van-e még, de hát válaszol. Küzdeni fogunk, két hét múlva újra neki fogunk újra futni, előbb-utóbb meg fognak törni. Most mondom szerkesztő, hogy lesz még bizottságülés a következő hetekben, hónapokban, nem fogják tudni megmagyarázni, előbb-utóbb ebből nemzetközi botrány lesz, és én fogok az élére állni. Hát azt nem tudom, az asztalt szétveri lassan, úgyhogy a beszélgetések szerencsére előtte van vége. Hogy lesz-e bizottságülés, azt meg majd meg fogom tudni kérdezni legközelebb két hét múlva. Jó? Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen.